Szükségállapotot hirdettek Olaszországban a migránsok miatt, miután az év eleje óta meg háromszorozódott a földközi-tengeri illegális átkelések száma. Brüsszeltől pedig sem anyagi, sem politikai támogatást nem kapnak jelen pillanatban. A szükségállapot fél évig lesz érvényben és az egész országra kiterjed. Giorgia Meloni kormánya 5 millió eurót szabadít fel a központi költségvetésből, hogy támogassa a migrációs válsággal küzdő régiókat. Egy illegális bevándorlókkal zsúfolásig megtelt csónakot közelít meg az olasz parti őrség járőrhajója a földközi tengeren. A hosszú tengeri utazásra eleve alkalmatlan bárka a líbiai Tobrukból indult, és több mint egy napig hánykolódott a nyílt vízen. Utasai csak azután kértek segítséget az európai hatóságoktól, hogy a csónak süllyedni kezdett. Az olasz parti őrség emberei mindenkit átemeltek a saját hajójukra, majd tovább indultak a következő illegális bevándorlókkal teli csónakhoz. A Frontex felderítő repülőgépének felvételei még a húsvéti hosszú hétvégén készültek. Nagypéntek és húsvét hétfő között több mint egy tucatnyi hasonló akciót hajtottak végre az olasz hatóságok, sokszor kereskedelmi hajók segítségét is igénybe véve. Járőrhajóik mintegy 3200 embert vettek fedélzetükre. Velük együtt az év eleje óta már csaknem 35 ezer migráns ért partot Olaszországban. A tengeri úton érkező illegális bevándorlók száma tavaly óta csaknem megnégyszereződött Olaszországban. Ez derül ki az Olasz Polgári Védelmi Minisztérium által szerdán közzétett adatokból. Pedig a migrációs nyomás már tavaly is elviselhetetlen terheket rótt, nem csak az olasz parti őrségre, hanem a dél-olaszországi szigetekre és a kikötővárosokra is. 2022-ben több mint 105 ezer illegális bevándorló menedékkérelmét vették fel az olasz hatóságok. Lampedusán most ismét több mint 1600 embernek ad szállást az a befogadóközpont, amelyet legfeljebb 400 migráns ellátására terveztek. Vészes a helyzetünk, bár a személyzet mindent megtesz azért, hogy maradéktalanul ellássa a feladatát ilyen körülmények mellett, csak válságkezelést tudnak végezni. Jellemezte a helyzetet a lampedusai hotspot igazgatója. Giorgia Meloni kormánya attól tart, hogy amennyiben a mostani trend folytatódik, nyárra ellenőrizhetetlenné válik a helyzet a földközi tengeren. Ezt megelőzendő a polgári védelmi miniszter javaslatára kedden országos szükségállapotot hirdettek. A rendkívüli jogrend lehetőséget ad a hatóságoknak, hogy felgyorsítsák a kitelepítését azoknak, akik nem kaptak menedéket Olaszországban. És könnyítene azoknak a városoknak, régióknak a helyzetén is, ahol a legnagyobb a migrációs nyomás. A Polgári Védelmi Minisztérium 5 millió eurós gyors hitellel segítené ki őket, hogy a bevándorlási válsággal kapcsolatban keletkezett kiadásaikat fedezni tudják. Világossá kell tenni, hogy a szükségállapot nem fogja megoldani a problémát, mert annak rendezéséhez az Európai Unió tudatos és felelősségteljes beavatkozására van szükség, figyelmeztetett Nello Musumeci. A tárcavezető hozzátette, döntő jelentősége van, hogy Európa végre cselekedjen. A fokozódó migrációs nyomás egész Európában érzékelhető. 2022-ben csaknem 900 ezer új menedékkérelmet nyújtottak be az Európai Unióban. Hívta fel a figyelmet az M1-en a 21. század intézet vezető elemzője. Halkó Petra szerint az újabb migrációs hullámot részben az unió migrációs politikája gerjeszti. Egyfelől annak a hiánya okozza ezt a jelenséget, vagy emelkedő migrációs nyomást, hogy nem a helyben segítés politikájára helyezi a hangsúlyt az Európai Unió. A szakértő szerint több nyugat-európai állam gazdasági érdekeivel ellenkezne a migráció visszaszorítása, hiszen ők ebben látják demográfiai problémáik megoldását. Ezek az országok, köztük például Németország, éppen ezért nem is lépnek fel olyan határozottan az illegális határátlépések visszaszorítása érdekében, ahogy ezt Olaszország teszi, tette hozzá.